Országszerte felfigyeltek a szakemberek a kőbányán tavasszal indult bűnmegelőzési projektre, amely a vészjelzés nevet viseli, és amelynek bázisát az Újhegyi sétányon egy önkormányzati ingatlanban alakították ki. Mostanra már sok száz diák ismerkedett meg a programmal, amelyet a Kőbánya közbiztonságáért közalapítvány kezdeményezett. A vészjelzés program egyik pillére egy speciális szabadulószoba, amelyből csapatmunkával lehet kijutni. Molnár Bence a Tán Károly Ökoiskolából egy tizedikes csapat tagjaként szabadult, és megosztotta velünk a tapasztalatait. Meg kellett menteni egy lányt, ez egy ilyen diszkó, hát ilyen parti drog által hát rosszul lett a WC-ben, és hát meg, ki kellett szabadítani, meg kellett menteni az életét, és ezzel kapcsolatos feladatok voltak. Például? Hát, mint például ugye megkeresni a tajkártya számát, ugye az egy kód volt, és ezáltal kérdéseket, ilyen kvízeket kellett kitölteni, kulcsokat kellett keresni, ilyesmik. Mennyire áll közel szerinted a valós élet esetleges eseményeihez ez az egész folyamat? Szerintem teljesen valós volt az egész, szóval ez simán megtörténhet a való életben, hogy parti drogot kevernek valakinek a italába, vagy esetleg önszántából teszi ezt meg, és rosszul lesz. Egyébként nehéz volt kiszabadulni? Nem volt nehéz szerintem. Meg ha esetleg elakadtunk, segítettek azért, a játékmester segített, szóval nem volt nehéz. Mi az üzenet? Tehát tulajdonképpen a kis batyútban mit viszel majd el innen? Hát nekem az az üzenet, hogy ha esetleg buliba megyünk, vagy bárhova, figyeljünk oda, és ha esetleg valaki bajban van, akkor segítsünk neki. Vajon a vészjelzés program egy jópofa buli, vagy megmaradnak-e a tanulságok? Erről már Bacsó Márton osztályfőnököt kérdeztem. Biztos vagyok benne, hogy hosszú ideig megmarad náluk az élmény. Tehát azt szoktuk mondani bent az iskolában, hogyha nem csak látja, hanem csinálja is magát a feladatot, akkor sokkal jobban megjegyzi az adott tananyagot, és ez szerintem egy remek példa erre. Tehát a megtanultakat, nagyon sok olyan dolog volt, ugye ez egy rendészeti képzés, amiben a gyerekek részt vesznek, nagyon sok olyan feladat volt, ahol nem is feltétlenül kellett, volt szükség a segítségre, hanem a tanulmányaik során már megszerzett tudást tudták hasznosítani. Bent az iskolában is nagyon sok olyan feladatot oldunk meg, ahol az összmunka számít, és a való életben is, hogyha ilyen szituációba kerülnek, biztos, hogy ez alapján, a feladat alapján is majd össze fognak tudni dolgozni, hogy megoldják a problémát. Ön ugye egy másik korosztályhoz tartozik, és egy másik pozícióban van, hiszen tanárként van ezzel a csapattal. Vajon mi a különbség felnőtt szemmel, meg diák szemmel nézve ezeket a dolgokat? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt nyilván a szituáció olyan, hogy én ebből már régen kinőttem, illetve az én korosztályom nyilván másfajta szórakozási, tehát hogy másfajta bulikban, vagy másfajta problémákkal szembesült tehát ebben a korosztályban. Különböző hírforrásokból időnként lehet hallani, hogy maga az a szituáció, amit a vészjelzés közben szimulálódik, az nagyon is valós, tehát kábítószerek, különböző bódító alkalmazások bizony ott vannak a mindennapokban. Informálisan mit érzékel, hogy így van? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát azért előfordulnak sajnos ilyen sajnálatos események. Én szerintem az iskolába, illetve az osztályba járó diákoknál azért ez nem jellemző. Ráadásul rendészeti diákokról beszélünk, tehát hogy ők extrán odafigyelnek azért a szabályokra is, hogy betartsák a törvényt. A két szabaduló szobán kívül egy beszélgető szoba is része a projektnek. Ebben éppen a világhálón leselkedő veszélyekről szólt egy játékos bemutató, amelyet Preszléva tartott. A kérdés, hogy ószorít legjobban a cipő. Minden szegmensében én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly feladataink vannak, az adatvédelemtől elkezdve a sextingig mindennel foglalkoznunk kell, mert a veszélyeztetettség az igen magas. Milyen esetekkel találkozik napközben, vagy ha úgy tetszik, amikor nem itt a tanteremben van?
Nagyon sokféle problémával találkozom közvetlenül a gyerekek között is. Az egymás zaklatása, lejáratása, kiközösítése, a cyberbullying egy jelentős probléma, illetve hát az adatok védelme, a szerzői jogok tiszteletben tartásának hiánya. Tehát nagyon-nagyon sokféle dologgal, és mindig azzal a problémával kell leginkább foglalkozni, ami előjön a gyerekekkel való foglalkozás során. Én két szervezettől vagyok itt, egyik az Életre Való Egyesület, nekünk is vannak feladataink, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Safer Internet programja. Ugye ebben a szabaduló szobában vannak olyan feladatok, ami a biztonságosabb internet használathoz kapcsolódik, és ehhez a témához kapcsolódtunk mi is a Safer Internet programmal, és hoztunk egy társasjátékot, a Lájkvadász társasjátékot, ami saját fejlesztésem, és ezen kívül előadásokat, foglalkozásokat tudunk hozni ide a szabadulószobába. Három csoport van, kettő szabadulószobás szobába van bent, és egy pedig itt fönt ebben a szobában velem tölti az időt, és a biztonságos internet használatról hall, tanul, beszélgetünk, adok át információt akár a játékon keresztül. A program vezetője Tóth Béla, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke. Arról beszél, hogy a járványveszély ellenére hol tart a néhány hónapja indított program. Jelenleg 1400 gyerek ment át a szobán a célszemélye vagy a célcsoportból, és hát nagyon jól haladunk. Hát egy picit a Covid-járvány itt is egy picit meglassítja a forgalmunkat, de hál' Istennek haladunk a kitűzött cél felé, hogy áttoljuk a 2500 gyereket a szobán. 1400 ember már kiszabadult. Innen a vezetői pozícióból nézve, mik a tanulságok? Azt kell mondjam, hogy minden várakozást felülmúlt a projektnek a sikere. Először is óriási érdeklődés van az iskolák részéről, gyakorlatilag a klik részéről, vidékről megkerestek minket. Most a minap volt itt a Borsod megyei kormányhivatalnak egy stábja, és hát a polgármesterek jönnek és érdeklődnek, úgyhogy nagyon nagy sikere van ennek a dolognak. A srácok nagyon élvezik, tehát akikről szól az egész, és hát a pedósoknak is nagyon-nagyon tetszik. Van olyan pedós, aki bemegy velük, van olyan, aki kimmarad, vagy azt mondja, hogy ez a csoporttal ő bemegy, mert esetleg van benne olyan problémás gyerek, akit szeretné, hogy ott lenne mellette, vagy belül akarja megnézni a csapatnak a működését. Szóval nagyon-nagyon nagy sikere van a dolognak. Egy ilyen komplex folyamat végül is, amikor működik, akkor egyszerűnek látszik. Összerakni valószínűleg nem olyan egyszerű. Példának okáért ugye mindig fontos szempont lehet a biztonság. Itt erre hogy figyelnek? Ugye a felügyelet az többes, tehát jönnek a bűnmegelőzési előadó hölgyek a kapitányságokról. Most éppen a járvány miatt ők nem jöhetnek, hiszen egy picit eldurvultak a járványviszonyok. Itt vannak a pedagógusok, és itt van ugye a játékmester. Nagyon figyelünk arra, hogy a srácok megkapják az eligazítást, fertőtlenítéssel kezdenek, a játékszobákat minden csoport után kifertőtlenítjük, minden eszköz át van törölve fertőtlenítőszerrel, és ugye a srácok egymás között homogén csoportba érkeznek, tehát csak olyanokat fogadunk egyszerre, akik egy osztályba járnak, hogy még véletlenül legyen egy ilyen keresztfertődés, vagy valamiféle ilyen, nagyon ügyelünk a biztonságokra. Hát most meglátjuk, hogy nagyon lassan talán lépünk tovább, hogy olyanokat fogadunk, akikhez mondjuk nem kell akkora felügyelet, kisebb létszámban, de próbáljuk üzemeltetni a szobát, ameddig ezt lehet vállalni, és ameddig teljes biztonság van. Végül is az a technika, az a koncepció, amivel elindultak, bevált, vagy esetleg csiszolásra szorult? Nem, abszolút jó. Menet közben nem kellett semmit változtatni. Nyilván a rutint megszerezték a bűnmegelőzési előadó hölgyek, megszerezte a játékmester, hiszen ennyi embert, ennyi srácot átnyomni a szobán, ez persze meghozta a rutint, most már azért tényleg nagyon-nagyon gördülékenyen megy a szervezés, egymással beszélnek, a szakembereknek Facebook csoportja van, nagyon gyorsan kommunikálnak. Én gyakorlatilag most egy majdnem ilyen munkanélküli kalmester vagyok, tehát persze nyilván dolgozom rajta, de szépen működik, ezt így szeretem csinálni, hogy mindenki teszi a dolgát. Ha tehát az Újhegyi sétányon látják a vészjelzés feliratokat, ezek után talán jobban értelmezhető a jelmondatuk, szabadulás a valódi tét.